Nyomószilárdságon a fának a rostok irányában vagy a rostokra merőleges irányban történő terheléssel szemben kifejtett ellenállását értjük. A rostokkal párhuzamos irányú nyomószilárdsági vizsgálathoz 20x20 mm-es élhosszúságú, hasáv alakú próbatestet alkalmazunk, amelynek magassága legalább másfélszerese és legfeljebb háromszorosa a keresztmetszeti élnek. A próbatest keresztmetszeti méreteit a hosszúság felező vonalában 0,1 mm pontossággal lemérjük. A próbatest terhelését egyenletesen emelkedő terheléssel végezzük mindaddig, amíg a feszültség visszaesése nem jelzi a tönkremenetelt. A terhelési sebességet úgy választjuk meg, hogy ez fél és másfél perc között következzék be. A feszültségi alakváltozás diagramon jól látható egy nagyobb, illetve kisebb szilárdságú faanyag jelleggörbéje közötti különbség. Ha a feszültség visszaesése után tovább terheljük a faanyagot, egy idő után a görbe ismét emelkedni kezd, amely azonban már a faanyag tömörödésének köszönhető. A rostokkal párhuzamos irányú nyomószilárdsági vizsgálatnál a próbatesteken szabad szemmel is jól megfigyelhető törési képek alakulnak ki. A vizsgálatok végeztével a próbatestek tömegét 0,1 g pontossággal lemérjük, majd szárítószekrényben abszolút száraz állapotra szárítjuk azért, hogy az újabb tömegmérést követően nedvességtartalmukat meghatározhassuk. Amennyiben a nedvességtartalom a légszáraz állapottól eltér, a nyomószilárdsági értéket a tényleges nedvességtartalomról át kell számítani 12%-os nedvességtartalmú faanyagra.